A kormányzat mostani döntését a megváltozott gazdasági és politikai környezettel indokolja. És bár 2016-ban, amikor maga Orbán Viktor itt Dunaújvárosban írta alá a szerződést, még meg is jegyezte, hogy ez egy szerződés, tehát mindent, ami benne foglaltatik, meg kell csinálni, az első betűtől az utolsóig. Nos, a magyar közlöny legfrissebb száma véget vetett az eredeti terveknek, és felülírta még a szerződést is. Ezzel pedig többek között elúszhat az uszoda külső medencéjének felújítása is. Nem véletlen, hogy Szabó Zsolt alpolgármester ennek a bizonyos medencének a széléről tartott sajtótájékoztatót, és fejtette ki álláspontját, utalva a 2016-os eseményre. Dunaújváros önkormányzata és a kormány megállapodást kötött arra, hogy ezt a külső medencét újraépítjük. Az önkormányzat betartotta a maga részét, elvégeztük a feladatokat, megterveztettük és előkészítettük a beruházást. A forrás megérkezett az önkormányzat számlájára, ugyanakkor kormányzati engedély hiányában nem tudtuk felhasználni. Most pedig a kormány nem állja a szavát. A Modern Városok program megszüntetésével elvenni a külső medencét a dunaújvárosiaktól. Ezt a rajta Újváros Egyesület városvezetése nem engedi, fogalmazott Szabó Zsolt. Éppen ezért rendkívüli közgyűlést hívott össze Pintér Tamás polgármester, ahol kezdeményezik a kormány határozat alóli felmentést, és elindítják ennek hivatalos folyamatát. Szabó Zsolt szerint a külső medence elmaradó felújítása veszélyeztetni a városi vízisport életet, az érintett egyesületek működését, a sportolók felkészülését és verseny lehetőségeit. Tehát minden lehetőséget meg kell ragadni a beruházás megvalósulása érdekében. Mi készen állunk arra, hogy ez a beruházás megvalósuljon, és azt kérjük a kormánytól, hogy ők is segítsenek ebben itt Dunaújvárosban. A 2019-es választások előtt a kormány a Modern Városok programot bejelentette. Ekkor már többen aggódhattunk, hogy mi lesz ezekkel a beruházásokkal, mi lesz a vége ennek a Modern Városok programnak, és most láthatjuk, hogy az lett a vége, hogy Dunaújvárosban több beruházás nem készült el, mert a kormány nem hajlandó tovább finanszírozni, vagy éppen a rossz gazdaság politikája miatt nem tudja tovább finanszírozni a Modern Városok programot. Szabó Zsolt elmondta még, hogy a program leállítása Dunaújváros esetében 4 beruházást érint. Számunkra a legfájóbb ez a bizonyos medence felújítása.